Sziasztok! Ebben a részben a Mikrotik LHG 5 AC teljesítménytesztjét fogjuk bemutatni nektek. Az LHG a Mikrotik nagy távolságú kliens oldali megoldása. A berendezés 25 dB kinőtt teljesítményre képes, valamint 24,5 dB is integrált, perforált disantennával érkezik. A termék egy darab gigabites RJ45-ös ajzattal rendelkezik, és a csomag tartozéka a Mikrotiktől megszokott gigabites PoE feladó is. A felfogatása meglehetősen kezdetleges. Jobbra és balra két darab csőbilincs segítségével lehet állítani, azonban felfelé és lefele csak egy fém stíf segítségével lehet állítani 5 fokot felfelé vagy 5 fokot lefelé. A kezdetleges konzol ellenére az iránybeállítás elég gyorsan ment. Most is azon a 2 km-es szakaszon mérünk, mint tavaly, az Észtelekom csepeli bázisállomása és az Access Point telephelye között. Ez egy teljesen valós szakasz, mivel mind a két helyszínen több pont-pont és pont-multipontos 5 GHz-es eszköz is üzemel. Akkor lássuk az eredményeket. A Mikrotik beépített bandwidth tesztjével, ami nem javaslott, egyik irányba 460 megabit per szekundumot értünk el, míg a másik irányba 309 megabit per szekundumot. IPERF segítségével egyik irányba 270, míg másik irányba 117 megabit per szekundumot. Az EXFO műszer segítségével 68-as csomagméretnél 22,5 × 7,5 megabit per szekundumot, 512-es csomagméretnél 105 × 7,5 megabit per szekundumot, 1500-es csomagméretnél 197 × 7,5 megabit per szekundumot értünk el. Itt is kijelenthető, hogy nagy mértékben befolyásolta az eredményeket a perforált grid antenna, amelyet egyáltalán nem javaslunk zavart környezetben. Ez volt a Mikrotik LHG 5 AC-nak a teljesítménytesztje. Bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben. Ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a csatornánkra. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!